Karácsony Magyarországon és vidékünkön. Magyarország 4 évszázadon át Ausztriával együtt nagy és tekintélyes közép-európai birodalmat alkotott. Ezért a karácsonyt a magyarok is olyanféleképpen ünneplik, mint az osztrákok vagy a németek, nevezetesen a keresztény hagyomány szerint. A Kárpát-medence bármely vidékén, ahol csak magyarok élnek, a gyermekek ugyanúgy örülnek a karácsony vagy gyertyafényeinek, meg az ajándékoztásnak, mint a határoktól nyugatabbra lakótársaik. Létezik azonban Magyarországon egy réges-régi és nagyon különös hagyomány is. Ez Szlovákiában és Csehországban szintén föllelhető. Karácsony idején a falvakban hosszú évszázadok óta pásztorjátékokat adnak elő. A pásztorjáték cselekménye a bibliabéli karácsony történetén alapul. Csak épp az események középpontjában ezúttal nem a Szent Három Királyok, vagy Szűz Mária, Szent József és más efféle előkelő személyiségek állnak, hanem egyszerű, hétköznapi emberek, ez esetben a pásztorok. Rendszerint 3 egyszerű, jámbor és kissé bonfordi legényről van szó, akik odakünn alszanak lyukaik közt a legelőn. Az angyal száll le rájuk, azzal az üzenettel, hogy eme szent éjszakának évadján új király született Betlehem városának valamelyik istállójában. A derék csordapásztorok tüstén fölkerekednek, és követik a csillagot, ezt csillaghordozó viszik előttük, míg oda nem érnek a jászolban fekvő kis Jézushoz, akit mélységes tisztelettel köszöntenek, majd báránybőr bundával ajándékoznak meg. A pásztorok a saját irhabundájukat eközben kifordítva viselik, mint valami igazi juhás subát. Maguk is olyanok, akár a barikák, évődve ingerkednek a nézőközönséggel, és saját kezűleg barkácsot, jászlat hordoznak benne a gyermek Jézussal, sokszor azonban valóságos templomocskát is készítenek, barlang istállóval, juhokkal, és ezt házról házra körbehordozzák falu szerte. Úgy hívják őket, hogy betlehemesek. Ezt az ősrégi népszokást különösképp az erdély magyarság körében mindmáig elevenen fönnmaradt. A Szilágyságban, Erdélyben és a Székelyföldön a pásztorokat nem gyermekek alakítják, mint Németországban vagy Ausztriában, hanem ott felfőtt férfiak is szerepelnek, mint betlehemesek. Mókás vagy hátborzongató maszkokkal födik el arcukat, és torzombors állatbőrökbe burkolóznak.